Alap- és mesterképzésen is indulnak új szakok a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetemen a 2015-2016-os egyetemi tanévben. A felsőoktatási intézmény különböző szintű képzésein több mint 8000 államilag támogatott helyet hirdet. Az iratkozási illetékek és tandíjak a tavalyhoz képest többnyire változatlanok. 4840 tandíjmentes, mintegy 9000 tandíjas és 2655 távoktatásos és csökkentett látogatású helyet hirdetett meg alapképzési felvételére a Bábes-Bolyai Tudományegyetem. A mesteri képzésen 3500 tandíjmentes, közel 6000 tandíjas és 1000 csökkentett látogatású hely áll a diákok rendelkezésére. A magyar tagozatra is ugyanolyan arányban kerültek a helyek, mint az előző években. Vagyis lesz több mint 1000 alapképzéses és 500, több mint 500 mesterképzéses ingyenes hely. Mindenikhez legalább a kétszerese a tandíjas helyek száma. A következő egyetemi tanév újdonságai közé tartozik, hogy a diákok már iratkozáskor kell jelezzék, ha pedagógusi pályára készülnek. Ebben az esetben a pedagógiai modulra külön esszével felvételiznek. Az egyetem a következő tanévben 17 új magiszteri képzést indít, alapképzésen pedig 2 angol és 2 német nyelvű új szak lesz. Angol és német nyelvű szakok indulnak, mivel az a trend, hogy az idegen nyelvű szakokkal nyissunk az Európai Unió fele, ez elősegíti az integrációnkat is. Teret adunk a külföldi diákoknak is, mert valamennyi európai egyetemhez hasonlóan arra törekszünk, hogy minél több hallgatónk legyen. Nemzetközivé kell tenni az oktatást, ezért például növeljük az angol nyelvű képzések számát. A BBTE karai írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgákat szerveznek a felvételiző diákok számára, illetve eltérő súllyal, de figyelembe veszik majd az érettségi vizsga átlagát is. A nyári felvételi idén július 14-e és 31-e között zajlik a Kolozsvári Egyetemen.